Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 30-áig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Ez jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, jelenti az érzelmeket általánosságban is, a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Az is lehet, hogy ezen a napon az érzelmekkel közeledünk egymáshoz. A hétfői napon megnézzük, hogy mi várható. Itt látható ez a ház. Megvan arra a lehetőség, hogy kiépíts valamit. Ez a ház jelentheti az otthonodat, vagy a szülői házat is. Lehet, hogy meglátogatod az anyukádat, vagy vannak álmok, elképzelések, egy lakás vásárlása, vagy egy ház építése, vagy szeretnéd azt, ha ő meglátogatna téged. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Az jelenti a mi életerőnket, a bátorságot is, de jelenti a férfiakat, hiszen Mars bolygó az egy férfias energia. Ezen a napon tehát van egy belső feszültség, ez nem jó nap arra, hogy most valamit indítsunk, mert ez nem fog sikerülni. Még vannak korlátozások, nem a megfelelő időpont egy új kezdethez. Mi történik ezen a napon? Itt látható ez a férfi, utal a férfiakra, meg lesz azért a könnyűség, ez a könnyű mozgás, lehet, hogy lesz zene, tánc, vagy egy ünnepség. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, az jelenti a cselekvéseket, a tudást, a tanulást, a kommunikációt. Ezen a napon, tehát szerdán, találkozik Merkur bolygó Vénusz bolygóval. Merkur bolygó, Vénusz bolygó együtt hat. Ez utal a szerelemre, a szerelmi témákra, itt lesz cselekvés, lesz kommunikáció, sőt az is lehet beszélgetés érzelmekről, vagy a szerelemről, a párkapcsolatról. Lehet, hogy kapsz egy jó hírt, és ez a szerelmettől jön. Vénusz bolygó jelent bennünket, hölgyeket is. Lehet, hogy most mi cselekszünk, lesznek komoly beszélgetések. Ezen a napon, tehát szerdán, a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, Kétut, ami utal a múltra és az érzelmekre. Lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád. És mit mutatnak a kártyák? Itt egy jósnő látható, jósolni fog neked, tehát mutatja azt, hogy mi fog történni, és ez a szerdai nap kihat majd a sors utadra, és kihat a szerelmi témákra is, ezt közli a jósnő. Az is lehet, hogy érdekel ez a terület, te is kártyát vetsz, és ez egy jó nap ahhoz, hogy vegyél magadnak egy kártyacsomagot, vagy próbálkozz ezzel, hiszen te saját magad is majd látod, hogy mit üzennek a kártyák. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, ez a szerencse bolygója. Itt látható a fa a háttérben, az jelenti a gyógyító erőt, tehát ha valaki beteg a családban, akkor lesz gyógyulás, Jupiter szerencsét hoz ebben.
Azon kívül a fa jelenti a stabil helyzetet, a munkahelyet, az anyagiakat, a párkapcsolatot, amikor úgy érzed, itt most odaérkeztem, itt le tudok gyökerezni. És Jupiter bolygó ezen a napon adja hozzá a lehetőségeket. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ez a szerelem bolygója, de jelent bennünket hölgyeket is. Itt látható a kapcsolatok, találkozások, itt a képen férfiak láthatóak, de mint mindig ennek is van szimbolikus jelentése, lehetnek a barátnők is, itt lesz találkozás, vagy fontos beszélgetések. A szombati napon Szaturnusz bolygó a sors bolygója uralkodik. Itt átnyújt neked valaki valamit. Ez lehet egy szerződés, lehet egy fontos hír is. Egy levél útban van hozzád. Középen a nap szimbóluma látható, és jelenti a vasárnapot. Vasárnap érezni fogod a kulcs hatását, az jelenti a magabiztonságodat, és tudni fogod azt is, itt ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót. Ezek lehetőségek, munkahelyi változás, lakhelyi változás, vagy egy új párkapcsolat, vagy ami a társadat illeti, itt meg lesz ez a nyitottság, hiszen nyitott lesz tervekről, érzelmekről beszélni. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!